elnyert pályázat keretén belül a biztos tanoda és biztos kezdett gyermekház programon belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére különböző sportágakat szeretnénk megmutatni, amivel el tudják tölteni a hasznos szabadidejüket. Üdvözlöm itt Tiszavasvárban Gondos Zoltán, a Steakers Egyesületnek a tagját, aki egy új sportággal ismerheti meg a gyerekeket. Mi ez a sportág? Igen, először is köszönjük szépen a meghívást. A techballról beszélünk, ez egy 10 éve jelenlevő sportág, teljes 100%-ban magyar sportág, tehát három alapítónk van, 100%-ban magyar kézben van a sport. Ez egy labdarúgáson alapuló sportág, mint a háttérben is látható, egy hajlított asztalon játsszuk. A legfontosabb szabályok igazából, hogy három érintőjével egy embernek visszajutatni a labdát a túloldalra, és pontot kell szerezni. Tehát vagy úgy áttenni a labdát, hogy ne tudja az ellenfél visszaadni, vagy úgy, hogy kétszer pattanjon a túloldalon. Mint említetted, a techball az egy magyar találmány. Ugye Magyarországon alakult meg az első szövetség, ez már világszövetségé alakult. Milyen szerepe van a magyar techball sportnak a világ sportjában? Gondolok itt nemzetközi események szervezésében, vagy milyen eredményeket érnek el a magyar sportolók, és hányan űzik ezt a sportot Magyarországon? Több versenysorozatunk van, jövő hónapban szervezik meg a világbajnokságot Nürnbergben. A magyar sportolók kifejezetten elől állnak a világranglistán, mondhatni minden versenyen játszunk döntőt, 5 kategóriában folynak a küzdelmek, férfi egyéni, férfi páros, női páros és vegyes páros, és minden versenyen van olyan kategória, ahol magyar győztes van jelenleg. A sportág népszerűségét jelzi az, hogy milyen utánpótlásbázissal rendelkezik. A techball hogy áll ezen a területen? Ugye hát egyre több klub alakul ki Magyarországon, innen kezdődött az egész sport, itt állunk a legelőrébb jelenleg. Azt kell, hogy mondjam, hogy elindultam úgy az utánpótlás fejlesztés is, van egy utánpótlás válogatottunk is, ők rendszeresen edzenek, mindenkinek megvannak a lehetőségei arra, hogy fejlődjenek. Milyen a versenyrendszer kialakítása? Tehát sokat kell utazni, vagy területi, vagy régiónként vannak versenyrendszerek, illetve van-e már kialakult rendszer ebben a sportban? Jelenleg a Nemzetközi Szövetség, ami versenyeket szervez, az világszinten bárhol megtalálható igazából. A FITEC oldalán lehet regisztrálni ezekre a versenyekre. Magyarországon pedig országos fordulók szoktak zajlani. Ezek mikor, hol igazából Nyíregyháza, Debrecen, Budapest, Győr, több településen is voltak már. Kik játszhatják ezt a játékot? Lányok, fiúk, kortól, nemtől függetlenül? Bárki, fiúk, lányok. Versenyeken előfordul, hogy 40 pluszos játékosok játszanak, 20 év alatti játékosok. Ez a sport, ez tényleg mindenkinek való. Milyen rendszerben sikerül népszerűsíteni a sportot? Jártok sokfelé, meghívásaitok vannak, vagy milyen formában próbáljátok ezt a sportot elterjeszteni a Magyarországon, illetve nyilván a világon? Igen, sokfelé járunk, sokféle meghívást kapunk. Mindenhonnan jól esik a meghívás, mindenhova szívesen megy az ember. Nagyon jó, hogy tényleg egy magyar sportot lehet reklámozni és lehet népszerűsíteni világszerte. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk! Köszönjük szépen! A rendezvényünk egy Tiszavasváriban Bakó Ádámot is szeretettel üdvözlöm, aki úgy tudom, hogy hivatásos versenyző is ebben a sportágban. Így van, először is üdvözlök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igen, én profi techball játékos vagyok, elég sok versenyen képviseltem a Stackers eddig, és elég jó eredményeket is értem el. Tudhatjuk, hogy milyenek ez a jó eredmények? Hát most a legutóbb ugye Amerikában volt egy techball verseny, ott vegyes párosban elsők lettünk, párosban harmadikok, előtte Budapesten vegyes párosban elsők lettünk. Párosban ott annyira nem sikerült sajnos jól. Előtte volt Lengyelországban verseny, vegyes párosban elsők lettünk, párosban másodikok, úgyhogy így alakulnak. Ezek alapján mondható, hogy a világi élvezőnyhez tartozó. Igen, lehet mondani, hál' Istennek, hogy közel vagyok hozzá.
Milyen időt veszel tőled az versenyekre felkészülés, magára az edzéseket, milyen, hogyan összeegyezted az egész életeddel, illetve mennyit edzel? Hát Istennek én osztom be ugye a saját időmet, úgyhogy ez nagyon megkönnyíti a dolgokat. Hát olyan napi 3-4, akár 5 órát is szoktam edzeni különféle interintervallumokban, vagy időintervallumokban, és általában így osztom be, hogy vagy vegyes páros egy nap, vagy páros egy nap, de mindig ugye a két különféle kategóriát csinálok csak el, vagy egy különféle kategóriát csinálok egy nap. A tagballban, mint ugye új sportágban, van-e olyan edzésmódszer, edzésformák, mint ugye egy megszoktuk a különböző sportágban, hogy felépített edzések, taktikai, technikai intervalledzések, ebben a tagballban van-e ilyen, vagy pedig kimentek és csak játszotok? Van. Van ilyen, nagyon sok taktikai edzés van, különféle feladatokat csinálunk, ugye, ami éppen a mi taktikánk, amit éppen ugye a mi játékunkat fogja erősíteni és tudja erősíteni, úgyhogy specifikus edzéseket csinálunk minden egyes alkalommal. Van-e a tagball sportágban már kialakult edzőképzés, tehát vannak-e ilyen külön szakosodott edzők? Vannak edzők, minden országban lehet csinálni amúgy ilyen edzőképzést, online elvégezhető ez a kurzus, úgyhogy lehet. Így különféle profi tagball edzőt én még nem mondanék, hogy konkrétan lenne. Edzőnek azok a legjobbak, ugye, akik egyelőre a legjobban játsszák, és a legtöbbet játsszák ugye magát a sportot, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a top a réteg ugye az a legjobb edző jelenleg. Sok helyen jártatok már, gondolom, tagball bemutatózni, illetve a sportágot népszerűsíteni. Itt a helyszínen körülbelül 200 gyerek van. Volt-e már más ilyen érdeklődés, illetve milyen nehézségi fogott járni nektek ezt itt a 200 gyerekkel ugye koordinálni őket? Igen, nagyon sok helyen jártunk már a tagballal, mind Magyarországon, mind külföldön. Nagyon sok ilyen eseményen is vettünk részt. 200 gyerekben nem vagyok biztos, hogy volt eddig ilyen élményünk, hogy ennyi gyerekkel kellett foglalkoznunk. Hát is nekem egy nagyon jó élmény. Kicsit nehezebb, mint számítottunk rá, de úgy érzük, hogy sikerül megbirkózni a segítséggel, ugye így sikerül megbirkózni velünk, és nagyon élvezik a srácok. A jövőre nézze egy pár gondolat esetleg, akik nézik ezt a riportot, illetve kedvet kaptak a tagballhoz, mit mondaná nekik, hogy mire készüljenek, hogyan készüljenek, és mit várhatnak ettől a sporttól? Szerintem várják azt, hogy olimpiai sportág lesz, ugyanis ez valamikor biztos meg fog történni, vagy a közeljövőben, vagy akár a távoliban, de az biztos, hogy olimpiai sportág lesz, úgyhogy javaslom, hogy kezdjék el minél többen, ugyanis nagyon-nagyon sok potenciál van benne. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer köszönjük, hogy eljöttetek ide hozzánk. Köszönjük szépen!